Márt Katalin, óvodapedagógus vagyok. Engem is jelöltek a pedagógus Oscarra. Kezdtem pályafutásom képesítés nélküli óvónőként Angyalföldön. Közben elvégeztem a főiskolát. Munkám során folyamatosan továbbképeztem magam. Nagyon szeretem megismertetni a gyermekekkel és szüleikkel a különböző kézműves technikákat. Népi játszóházi foglalkozásvezető diplomát is szereztem. 9 évig kerámia foglalkozásra jártam, hogy ismereteimet bővítsem tudásom átadására. Mentorpedagógusként átadtam gyakorlati tudásomat főiskolai hallgatóknak és pályakezdő óvodapedagógusoknak. Amíg lehetett, rendszeresen táboroztattam nyáron óvodásaimat. 8 éve a belváros szívében lévő Balaton óvoda családias környezetében egy fantasztikus összetartó közösségbe kerültem. Fontosnak tartom a szülőkkel való együttnevelést, hiszen mi, óvodapedagógusok kiegészítjük, támogatjuk a családi nevelést. A csoportunkban évente 2-szer szervezünk egésznapos kirándulást a családoknak. 2019-ben elnyertem a belváros művelődéséért díjat, amire nagyon büszke vagyok. A COVID-járvány megjelenéséig színjátszó csoportot is vezettem. A kollégáimmal a gyermekeknek adtunk elő meséket. A pályán eltöltött 40 évem alatt minden nap azon munkálkodtam, hogy a gyermekek nyugodt, boldog környezetben tölthessék az óvodás éveiket. A legnehezebb időkben sem gondoltam arra, hogy elhagyom a pályám. Köszönöm a bizalmat!